Jó, vizsgáljuk meg a halnak a szemét. Természetesen a halnak ugyanúgy, mint a többi gerincesnek hólyag szeme van. Ezt fogjuk most kiemelni, ezt a hólyag szemet a szemüregből. Természetesen zsír szövetbe ágyazódik a halnak a hólyag szeme is. Jó, lehet látni a szemmozgató izmok egy részét, például itt is itt van egy ilyen izom, amit lehet még látni a bőr, zsírszövet, tehát zsírpárnába ágyazódik a szemüregben, illetve itt van a nervus, vagyis a nervus opticus, a látó ideg, ami az ingerületet elszállítja a nagy agyba. Elő van a szaruhártya. Szaruhártya alatt helyezkedik el itt a szivárványhártya. Szivárványhártya közepén van a pupilla. Itt a pupilla mögött pedig a szemlencse helyezkedik el. Kipreparáljuk a hal szemének a szemlencséjét. Fölnyitom az in hártyát, fölvágom az in hártyát, természetesen a üvegtest kifolyik belőle, tudod? És megkapjuk a szemlencsét. Tehát itt lehet látni a szemlencsét, teljesen gömbölyű ez a szemlencse. Hogy működik ez a távolság érzékelésével kapcsolatban? Hogyan alkalmazkodik a halnak a szeme a távolság érzékeléséhez, Patrik? A fejlettebb gerincesekkel ellentétben a hal a szemlencsének dombulságát nem tudja változtatni. Ehelyett egy izom kapcsolódik a szemlencséhez, ezt tudja a szemem belül közelíteni a szem szaruhártyájához, illetve távolítani attól a szemlencsét. Jó, oké. Okay.